Tehát úton vagyunk, egy szép strandra, hogy hát remélhetőleg szép lesz. Meglátjuk, reméljük homokos. Csak érjünk oda. Elég érdekes itt a közlekedés igazából. Nem számít, hogy melyik útvonalon vagy, vagy melyik sávba vagy. Mehetsz bárhol. És először bárhol. Segítőkészek a filipinok, kedvesek. Éppen most kérdezte meg tőlünk az egyik vezető, buszvezető, hogy minden okés, minden rendben van, vagy van valami probléma. Mondtuk itt a srácoknak, hogy azért már ez elég kalandos ide jönni. Annyi volt a válasz, welcome to Philippines. Egyelőre szép idő van, egyelőre mondhatni, de azért félek attól a nagyon-nagyon sötét felhőtől. Nézzétek! Szerintem a monszum miatt, ami igazából szerencse nekünk, nincsenek túl sokan a parton. Nézzétek! Gyönyörű! Jött a régi krémes kocsi! Olyan, mint gyerek! Ezért megérte! Tényleg! fantasztikus strand, de iszonyatosan magas hullámok. Elveszítenem a szemelgenet, persze! Hát a szemelgenet ebbe! Ebbe! Hogy? Na jó, nem vagyunk itt egy órája szerintem, és elkezdődött esni, amitől féltem. Na jó, hát igazán mondjuk, hogy remélem azért vissza tudom menni. Fogalmam sincs, eléggé rossz volt idefelé is az úton. Fogalmam sincs, hogy fogunk visszamenni. Úgy, hogy igazából most esik, még rosszabb lesz. Fogalmam sincs, tényleg. Már félek most igazából. Oh, nagyon rossz. Na jó, itt vagyunk a közepén. Még mindig rosszul esik nálunk az eső. Nem mindegy, hol állunk. Milyen egy élelmes kutya? Felmászott az asztalra és a maradékot eszi. Miközben itt állunk és fagyoskodunk igazából. A többiek, vagy hát a filipinok, bent vannak a tengerben és fürdenek. Wow! Nem tudom, látjátok jól, hogy konkrétan szakad el az eső. Egy jobb, csak a belgét van. Vissza a hotelhez, El Nidóba, 5 km, ami túl kell élnünk, ami teljesen sáros és nagyon veszélyes igazából. Előbb esett, így kis félelmünk van, hogy mi lesz, mi vár ránk. Tipps ableiten.